Folytatjuk az áremelkedésekkel kapcsolatos sorozatunkat. Korábbi összeállításunk során a járókelőket kérdeztük a tapasztalataikról, már többen is említették, hogy a multik helyett a piacokat keresik a mindennapi termékekért. Ennek apropóján stábunk is ellátogatott a helyi piacra, hogy az árusok tapasztalatait is kikérjük a témában. Nagy titkot nem árulunk el azzal, hogy a termelők is érzik az árváltozásokat. Emelkedtek az üzemanyagárak, a takarmányára, összességében az előállítási költségek. Bár a vásárlók aktívak, mégis sokakban merül fel a kérdés, hogy a jelenlegi állapot tartható-e hosszú távon. Pásztor Lászlóné a családi vállalkozás részeként árusít húsokat, húsból készült termékeket. Ő arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy az említett üzemanyag és takarmányárak növekedése mellett a villanyszámla is magasra rúg, hiszen az árukészletet télen-nyáron hűteni kell. Valójában a sertés élő súlya is fentebb van, amiből mi dolgozunk, ugye, és azért egy kicsit kellett emelnem árat. Karácsony előtt emeltünk, hát úgy november közepén, most azóta próbáljuk tartani, illetve próbáljuk megtartani a vásárlóknak a húsvétot is, hogy ne kelljen árat emelni, mert a takarmányárak is természetesen ugye felmentek, és éppen ennek a következménye ugye, hogy mindenre valamennyit rá kell tenni, de megpróbáljuk a húsvétot úgy tartani, hogy akik ide járnak hozzánk, ne kelljen annyira mélyen a pénztárcájukban nyúlni, és elégedettek legyenek. Próbáljuk megtartani azokat, és köszönjük is a vásárlásukat. Valójában ennyit tudok mondani. Nagy Vince szerint a vevők számában és a vásárlási hajlandóságban nem tapasztalható számottevő változás. Az ünnepi időszakban többen vásároltak, januárban pedig az időjárásnak is nagy szerepe van abban, hogy az emberek kilátogatnak-e a piacra. Minden esetre, aki eddig vásárolt, az továbbra is megteszi, hiszen élni, főzni továbbra is szükséges. Mindennek az ára megy fölfele, a költségek is, a nagybani piacon is minden egyre drágább. Hát igyekszünk lenyomni a költségeket minimális haszonnal, és hát próbálunk túlélni. Igazából nem tudni még, hogy mennyire érinti a piacot ez az áremelkedés. Karácsony előtt azért jó piacok voltak, akkor az emberek ugye vásárolnak. Most januárban, mindig januárban visszaesett a forgalom minden évben. Most is visszaesett a forgalom a decemberihez képest. Hát igazán még nem látjuk, hogy ez csak a január miatt van, vagy pedig az áremelkedések miatt. De egyelőre úgy tűnik, hogy az emberek azért vásárolnak. Egy főként tejtermékeket kínáló standnál Puha Istvánné arról számolt be, hogy az áremelkedések hatására több ember és nagyobb mennyiségben vásárol házi tejet például. Ez onnan is észrevehető, hogy a megszokott mennyiséget most néhány óra alatt elkapkodják. Szerinte felismerték a vásárlók, hogy a bolti árakhoz képest kedvezőbben az áruházi kínálattól jobb minőségű terméket vásárolhatnak. Az áremelésről itt is kizárólag az előállítási költségekkel arányos mértékben beszélhetünk. De mi úgy emeltünk árakat, ami nem politikai döntés alapján, hanem a gazdasági, hogy mi az, amennyivel emelkedtek az áraink, és annak arányában emeltünk csak árat, ami azt jelentette, hogy nekem jelen pillanatban a tejárában csak egy 100 forintos pluszot jelentett, ami még így is azt jelenti, hogy legalább 3-400 forinttal olcsóbb a tejünk, mint amennyi az üzletekben kapható, és sokkal silányabb minőségű tejek. Így a vevők egyből észrevették, mert igen-igen érzékenyek az áremelésnek a mértékére, és észrevették, hogy akkor a piacon jobb minőségű tejet kapnak olcsóbban, ezért sokkal jobban kell azóta a tejem is, és a sajt is ugyanúgy igaz erre a sajtra is. A tapasztalatok tehát azt mutatják, hogy valamivel többen vásárolnak a helyi piacon, ám a megnövekedett vásárlóforgalom többletbevételt nem hoz a termelőknek, hiszen az előállítási költségek is megnövekedtek. A termékek apropóján pedig az általános tapasztalat, hogy az emberek egyelőre kénytelenek elfogadni a megnövekedett árakat. További emelés és ezzel együtt a jövő azonban már kétséges.